Anikó nem egy forró fejű lánya, további álláskeresés előtt régi Londonban élő ismerősei véleményét is kikérte. Meglátogatta egykori villalakótársát, Vitkó Lacit, aki munkát nem, de jó tanácsokat bőven tudott neki adni. Jó reggelt! Hello! Anikó és Tibi a reggeli mellett beszéli meg, mi a program mára. Azt akartam mondani, hogy nekem most vannak az irodában ilyen elintézni valóim, ami most így felhalmozódott, hogy én elmennék most intézni lakókkal, meg ezzel azzal kapcsolatos dolgokat, hogy te meg esetleg picit így fedezd fel a várost. A nagy ő nyakába veszi hát a várost, a Buckingham palotánál rögtön rajongókba botlik. Ja, végül csak nyelvet van. A Big Ben után a hatalmas óriáskerékről a London Eye-ról szeretné megcsodálni a panorámát, ám a britek kissé konzervatív gondolkodásmódja gátat szab ennek. Anikó aktmodell múltjára hivatkozva ugyanis nem engedik, hogy forgassunk. A London Eye leginkább egy családi szórakozás. Éppen ezért próbálunk minden olyan dolgot kizárni, ami összefüggésbe hozná bármilyen erotikus dologgal. Erre csak annyit tudok mondani, hogy Istenem, hát meg kell érteni, mindenkinek van egy leírt házirendje, és hát ahhoz ragaszkodni kell. Miután túltette magát a csalódáson, Anikó úgy dönt, a sztárok között keres menedéket. Ez az a hely, ahol Anikó igazán belekóstolhat a sztárok világában. Itt van Robbie Williams, Beyoncé és Freddie Mercury is. Madame Tussaud panoptikumában a sajtófőnök Ben Lovett vezeti körbe. Cameron Diaz and Drew Barrymore. Itt van Cameron Diaz és Drew Barrymore. Ők a legújabbak. Ez egy nagyon trendi beállítás. Leülhetsz közéjük, és úgy néz ki, mintha barátnők lennétek. Itt van Orlando Bloom és Keira Knightley. És Anikónak a sztárok között hirtelen feltűnik valami, pontosabban valaki. Hát én ismerem ezt a lányt. Ő bizony nem plastik sztár, hanem Benko Ildi, az egykori Splash együttes énekesnője. Ildikó egy aranylemez és az itthoni sikerek után már 2 éve Londonban él. Milyen munka érdekelne, vagy csak úgy? Fogalmam sincs, nem tudom, hogy beszéljünk. Oké. Előtte viszont még élvezik egy kicsit a sztárok világát. Brad and Angelina. Brangelina. Ez Brad és Angelina. Annyira népszerű a páros, hogy szinte naponta kell renoválni az arcukat. Annyian fogdossák meg, puszilgatják őket, hogy lejön a festék az arcukról. Nagyon vékony, nagyon. De mindenki azt mondja, hogy nagyon alacsony, pedig nem. Filmsztárok, sportolók, énekesek, és persze a királyi család is tagja Madame Tussaud bizarr baba gyűjteményének. Magyar hírességet viszont nem találtunk, pedig igény lenne rá. Ez a sportolók terme. A világ minden tájáról vannak itt hírességek. Egy valakit én is hiányolok, az pedig a világhírű magyar focista Puskás öcsi. Nagy futballrajongó vagyok. A műanyag sztárvilág után Ildi és Anikó metróra száll. Aztán az Oxford Street üzletei csábítják őket egy kis shoppingolásra. Megyünk meg, nézzük meg! Ildi végül kedvenc tájéttermébe invitál minket. Itt mesél arról, miért és hogyan is kezdett új életet. Az értelemben elkezdtem fölfele sétálni, és ez így ilyen durván 2 évembe terült. Persze azért az éneklésről sem tett le, de énektanárja nem sok jóval biztatja, de nem a hangja miatt. Ő mondta, hogy akik most ott énekelnek és játszanak, vannak azon már 70%-án, hogy most jobban énekelek, de az aktatusom miatt tudok oda kerülni. Így aztán marad a felszolgálás és az egyéb munkák, de az életvidám lányt ez egyáltalán nem zavarja. A város másik végén közben egy régi ismerős szorgoskodik egy olasz étteremben. Ő Vitkó Laci, Anikó egykori villalakótársa. 1000 éve. Itt dolgozol? Igen, hát te meg itt keresel Angliában. Este 6 óra van, kezd besűrűsödni a forgalom. Laci azért közben örömmel mesél Anikónak. Lentről kezdtem én is, először a forró kajával szaladgáltam, pincérkedtem, aztán középvezető is. Egy év alatt. Egy szuszanásnyi időre leülnek, hogy váltsanak pár szót, de már is egy törzs vendégcsapat érkezik. Hello, hogy vagy? Minden oké? Akarsz híres lenni? Na mi van, filmkészül rólad? Rövid beszélgetésükből kiderül, hogy Laci tulajdonképpen pontosan ugyanazért jött külföldre, amiért Anikó szeretne. Ugye otthon azért, ha beállsz a pult mögé, mint itt,
azt mondják, hogy ide jutottál, közben mindenki azt mondja, hogy ez nem szégyen a munka, miért nem dolgozol. Azt mondja, bár itt is mindenki minimál órabérért, 5,5 fontért, vagyis körülbelül 1800 forintért dolgozik, de teljesen legálisan, és a borra valóból legalább ugyanennyit meg lehet keresni. Ha most azt mondanád, hogy oké, Anikó, megszántalak, gyere, segítek neked, és mondjuk itt lenne hely, tehát tegyük fel, akkor hol kezdeném? Mi lenne az, amit így először adnál? Forró kajával kell szaladjálni, hot food. Aha. Tehát mikor mindig azt tudtuk mondani, hogy a te neved mostantól hot food, mikor meghallod a neved, hogy hot food, akkor rohannod kell. Laci rögtön meg is mutatja, mit jelent ez. Hogyha rózsaszín cetlit kapsz az előétel, hogyha a fehéret, az főétel. Everyone number five. Őrület van. Ha pedig a hot fooddal helytált az ember, beállhat a pultba. Csinálj egy lattét a kedves hölgynek. Anikó rutinos mozdulatokkal készíti a kávét, nem újdonság ez neki, évekig dolgozott hasonló munkakörben. Így van, értem. Oké. Ezután még hosszasan beszélgetnek a lehetőségekről, na meg persze a régi élményekről. Hagyjuk is magukra őket. A nagyőre holnap újabb kalandok várnak. Kutyasétáltatás, havas szálláskeresés és egy igazi angol focikocsma. A sorozat folytatódik holnap este, itt az Aktívban. Hódítás sörhabbal.